Nézzétek meg, mit csinált a nagyokos. Az öreg a nagy fejével. Reggel jövök, kis, látom, hogy nedves a szőre. Mondom, honnan nedves a szőröd te? Mondom, valami nincs itt rendben. Jövök, szétnézek, mondom, való kiment az öreg. És ugye múltkor itt beszallagoztam. És ugye megvettem az ajtót, hogy szerelem fel, na de halaszgattam, és az öreg azt mondja, hogy lófasz, ki akarok menni, és kimenyek. És szitalt kinyomta, nézzétek meg. Ott az egérlik, amit az egér mutkóra ad. Bang! Na, de hát megértem, ha ki kell menni, ki kell menni. Inkább nyomja ki a szitalt, mint ide szórjam. És pisíjem. Na mindegy, mondom, gyorsan az ajtót fel kell szerelni, mert ma halasztom napok óta, és most már fel kell szerelni. Úgyhogy állok neki is. Na azt akarom még megnézni, hogy milyen magasra szerelem. Rocky, come here! Come here! Come here! Come here! Ne ülj le, hát ahol akarom nézni, milyen magas vagy. Na, hogy mérjelek meg? Azt hiszem úgy kell, hogy a szitát vissza kell vegyem. Rocky, ne menj sehol, meg leteszteljük az ajtót. Visszaveszem a szitát, oda teszem az ajtót, csak akkor mondom, hogy menjen kis B. A szitát ugye újból kell csinálni, majd el fogom választani. Úgyhogy... Na, mondjuk ha ezt kihúzom, akkor ez szarral fog itt menni. Ha csak nem gyorsan húzom. Hát inkább a békén előtt tegyek egy lécet ide. És akkor... akkor levágjam, oda csatozzam, és ezt a részt levágjam. Mit szóltok? Na mindegy, egy-két darabom van még, ezt ki tudom ezt a részt fotózni, nem számít semmit se. Na, itt reatettem az ajtónak és a izéit. Persze, a szúnyog már jön, menj el innen te! Rohadék! Nézd meg, milyen erőszakos! Nézd meg, hogy támad! Be fog menni a házba. Ah! Hát az acskumba szállt rá, ember! És megcsípte. Gyerekek, rossz napot választottam kutyalika szerelésre, mert a szúnyogok ölnek meg itt. De mindegy, meg kell csinálni. Most már. Jó, be kell ide tegyem, se. Oda kell mérjem, hogy tudjam a magasságot. Szemre is megcsinálhatnám, de nem akarom, hogy túl alacsony legyen, vagy túl magas. Úgy akarom, hogy pont jó legyen. Na, így jó lesz. Bemegyek és felemelem. Majd nem, így kintről is tudom csinálni. Na, a kamerát tegyem fel a fejemre. Alright, Rocky. Come out. Come on. Here. Come on. Come on, here. Come on.
Ügyes. Na ez jó lesz, akkor így. Én úgy látom, jó. Alright, Rocky, go in there. Go inside. Come on. Ja, ez így jó. Tehát egy ilyen jó tányérnyi rakét, igen. Alright, one more time, come on. Come on. Come on, come on. Come on. Come on, Rocky, come on. Come on. Good job. Good job. Jó, megy, nem éri a hátat. Gyere, menjünk be. A szőnyogok itt csesznek. Come on. Go. Így nem éri a hátat, de nem is kell lehajoljon, hogyha túl alacsonyra teszed, akkor le kell hajoljon. Na, mit tegyek oda, mondjátok meg? Azt hiszem, ezért teszek ilyen 4x4-es darabokot. Van még egy néhány megmaradva. Adlám, hogy néznek is, ez elég lenne ez a boldogsághoz. Persze még valamit kell tegyek, mert úgy csinálom, hogy ugye az a baj, de nem fér be, kell vágjak ide a darabkákot körbe, 1, 2, 3, 4 darabot, ami ide befér, ugye már össze lesz ez a két fele csavarozva. Melyik a belső fele? Való léta. Inside. Persze ez az inside, mert ide megy belé a rács. Rocky, come here. Come on. Come on. Go outside. Go. Go. Ne, hamar meg fogja ezt szokni. Rocky! Come on in! Come on! Good job! Good job, Rocky! Meg kell feresszelek megint valóban belém azt a... Mi van? De ez jó lesz, mert még egy kicsit rá fogok még arra szegálni egy lécet, és oda is egyet. Vén öreg. És ez így jó lesz. Mi van? Na, meddig simogassalok. Oké, okay. Emelhetném még egy picit fennebb, de nem jó lesz ez így. Na jó, azt hiszem, hogy 2x4-esből fogok vágni. Már ez nem fér be, és akkor nem csukódna jól össze, és ez össze kell így legyen csukódva. Na, kint valamit oda kell tegyek, támasszam meg, mert jönnek a szúnyogok, a rohadékok. Nem volt olyan sok belőlük, de most a tegnap kezdtek valahonnan elé bújni, sokat esett az eső, vagy mit tudom én. Na jó. Azt fogom csinálni, hogy fogok ebből vágni, a 2x4-esből hosszan fűrésszel egy-egy csíkot, ami befér ide,
És akkor ide ezt levágom ugye méretre, és teszek egy 2x4-es teljesen fél, így, és egyet így, és annyi helyet hagyok csak, hogy betegyem a darabkákat. Jó van, jó lesz ez így. Na, elkezdem csinálni, és aztán meglássuk, mi lesz belőle. Halad a kutyalik a gyerekek? Nem kutyafaszol? Annyit kell méricskélni, ember, esküszöm, hogy annyi időt elveszem minden, hogy hihetetlen. Na mindegy. Itt van a plan. Tehát vágtam ide méretre egy és egy negyed incses darabokot. Ne kérdezzétek meg, hogy hogy vágtam el három felé a Tubai Fort hosszára. Mit szóltok, hogy? Megmutassam? Érőbe kamerán nem merem filmezni, mert túl veszélyes még nézni és nem hogy csinálni. Nem veszélyes. Az első darabot úgy vágtam le, hogy ide a szélire tettem. Ugye a fűrészlapja elfért az asztal mellett, de mondom a másodikot hogy vágjam ketté, mikor meg. És aztán úgy csináltam, hogy ugye meghúztam a vonalot, és akkor a fűrészt most már húzzuk ki, mert már nem kell. Egy véletlen beindítsam bolond felé. Oké. Okay. Megfogtam itt, és a közepébe belémájasztettem. Nyomtam kifelé, mikor a vége felé étem, felemeltem, és lengőbe. Zim. És utána megfordítottam. És a maradék néhány incset is zim. És így vágtam ketté. Mennyire szakszerű vagy, biztonságos, az mindegy, a lényeg az, hogy egy hirtelen ez jött a legjobb módszer a fejembe. Na, don't try this at home. Nem ajánlom ezt a módszert azért, de ha más meg ma módszer nincs, akkor működik. Na jó, mutassam meg, hogy mit fabrikáltam ide. És akkor gyorsan összecsavarozom, és üzemeljük be a dolgot. Mielőtt beesteledne, még vissza kell a szitalatot, és csináljam itt is. Na, tehát bevágtam ugye 4 darabot. Jaj, ez pluszban van. Pluszban van, azt dobjuk el. Tehát egyszer ide fog jönni egy darab, ugye bevágtam a 4x4-est oda lent. Ide fog jönni egy darab. Ugye, ehhez lesz fogadva egyik hosszú rész. És akkor majd a tetejére jön még egy 2x4-es. Tehát minden alul lesz egy darab. Tehát minden szerre oda csavarozva ehhez elő kell fúrjak neki, mert ha nem elrepedne. És akkor oldalba is jön egy. Másik oldalhoz is jön egy. Tetejére is jön egy. És akkor a végén jön még egy 2x4-es ide. Igen, most látom, hogy ez nem lesz jó. És egy 2x4-es ide. Ez jó lesz itt, de lassat kezd, miért nem lesz jó. Azért, mert nem fogom tudni belétenni a lezárót. A lapponcsot. Úgyhogy ide 2x4-es helyett. Akkor teszünk egyet ebből a vékonyból, amit ugye lehet, hogy ezt na, de nem lesz jó. Na, mondjátok meg gyorsan, mit csinálják, már nincs időm várni. Ja, de kicsit ebből ki kell vágjak a kalapáccsal, lehet be tudom ütni oldalról. Na de lássátok el, ide jön a lapponcs, hogy az egészet, hogyha kihoznám mondjuk, akkor lehet jó lenne, nem? De végülis én nem kell ott a közepén legyek. Én lehetek egészen a szélin. Lehet egészen a szélire, 4x4-es szélire fogatom. Igye. És akkor se lesz jó.
Hol van az a szorizi? Nehogy lássi. Lappontyú. A bar, az ebből ki tudok vágni egy csíkot. Nem? És nem kell ezzel. Ez teljesen átérje, csak akkor nem tudom kitenni a széléig. De akkor mindegy, na nem jó, itt se jó, sutt se jó. De így jó lesz, na mi nem jó így. Ha kiteszem a széléig, akkor átéri teljesen. És minden faszamántos. Nem? Az anyád valaga! Na mindegy. Jó van, jó lesz ez így. Jó kell legyen. Na most már. Kérdés az, hogy milyen sorrendben rakjam össze. Végül is mindegy, mert utólag is be tudom én tenni, ugye már két darab, két részes kívülről elteszem ezt a részt majd. A lényeg az, hogy egyik rész mindig ott legyen, mikor egy darabot teszek oda, mielőtt hozzá csavarozom, hogy próbáljam be, hogy passzoljon. Ugye? Jó mondom-e? Szóljatok, hogyha nem jó mondom. Ugye nem nagy dolog, mert ha rosszul teszem, vissza lehet venni és újból csavarozni. Na jó, így ahogy csavarozom, így mindig oda teszem az egyik felit. És az egyik fele passzol, a másik fele is fog passzolni túlfelőről. Akkor is szerre csavarozom őket. Előfúrva persze. Na jó! Excited! Végre Rakinak lesz ajtója. Na gyerekek! Kész van a kutyalika, mit szóltok? Ehhez mit szóltok? Na nézzétek meg, na! Na nézzétek meg, na! Ajtócska! Ha? Ha? Nézd meg, na! Olyan-e, mind a csics, na mondd meg! Ajajaj, károly! Négy csavar kilóg egy kicsit, azt a végiket le kell majd vágjam. De kemény lett, stabil. Na jó. Menjünk is, hívjuk ki az öreget, hogy lám. Ha már tudja, ugye ez jó. Jó volt a múltkori vakációzás James-éknél. Hozzászokott. De hát hamar megtanulják, hát ez kutyafüle. Na most az lesz, hogy odalövöm. Azért akartam nem levenni jobban a szitát, hanem csak így hagyni, mert így oda tudom lőni ide. És megint az aljához, a széleihez felül. És akkor csak kivágom itt ollóval, csak egy ekkora helyen, ahol ki kell legyen vágva. Kapis? You know what I'm talking about. Kicsit a felső fele megrodjon, mert ez megfeszítette, pedig kivágtam belőle. Na de mindegy. Kis szépséghiba. Nem nagy tragédia. Ha nagy a férfi hasa, nagyobb a renomé. Nincs a nóták jutnak eszembe. Menj el, búrja! Igen. Akkor itt is. Kicsit felfelé kell járjak, hogy alul az ollóval. De hát mindegy, csak a liknál vágom ki, úgyhogy egál. Meddig szakítottam itt fel. Ez az, itt lemenjünk, és át keresztbe, és el vagyunk menve. Ott is megcsiptetem a túlsó felét, meg is kell fótozzam
Hát ma nem pótozom, ma meg csak hónap. Bedugom egy nálon zacskóval. Na most nincsenek szúnyogok. Szelép kijöttem, annyian voltak, mint a dög. Lát itt alul nem is lenne, miért meghagyjam. Na mindegy, egyelőre meghagyom. Ah, kifogyott a muníciónk. Hallám, az 5000 tőténkből még van-e? Vagy megmaradva, megint este van. Hívjuk mindjárt az öreget tesztelni. Az lát, majd le fog bomlani, hogy sokat fog kibéjarkalni. Gondoltam egyelőre, meghagyom. De aztán mit tudom én. És kivághattam volna egészen itt le a földig, és ott is. De vannak kicsi rések, ugye, és még ott bebújnak hangyak, s ilyen-olyan bogarak, úgyhogy szerintem jobb, minél több szita van. Na jó. Ezt úgy kéne kivágjuk, hogy meg is tartsuk, mert még ez jó lesz valahova ez a darabka. Ez az olló egy kissé gagyi. De megélek vele. Kutyalika Project. Erik Tata, még egyszer hálás köszönetem a Kutyalika megszponzorálásáért. Jaj, de szép, na mondjátok meg, na. Ah, gyönyörűség. Rocky, come on. Come on, old man. Come on. Come on. Come on. Ó, Rocky, olyan ügyes vagy. Olyan ügyes vagy, hát úgy kibújtál, mint ha ott se lett volna. Rocky, hogy vagy ilyen ügyes? Okay, go inside. Kicsit öregesen mozog, de hát öreg is. Jó, na, elég ez a lik neki, nem kell nagyobb. Befér rajta. Na jó. Ó, várjatok, hé. Megakasztotta a szúnyog a bal bokámot. Jövök, adok enned mindjárt, aki várja kicsit. Gyószanás csiptessem meg. Vén bolond kiszakóztatta. Fajn ez a szerszám, nem is az én James-től kértem kölcsön. Nem olyan drága, 20 dollár körül van egy ilyen szerszám, de sokat eltart, életfogytiglanos garanciát adnak rá. Ezt a darabot majd kicserélem, csak nincsen most szitám se. Kell vegyek majd kis extra szitát legyen. Akkor egy darabot vettem, de az az ajtóra van, s nem is elég széles ide. Úgyhogy szar. Na,
féreglikat kell bécsináljam. És kész. Na jó. Ez volt a kutyalika project. Örvendek, hogy kész van. Az öreg kibejárhat Barnik úr. Mehetünk bányászgépet konfigurálni, gyerekek. Be kell induljon még ma, vagy hónap legkésőbb, be kell induljon a bányászat. Termáljuk a lóvét. Oké. Te. Na, ne nyomd a szájad, hozom a kaját mindjárt. Oké, bye bye.